jelentősége ennek a lemeznek, amit a kezembe tartok? Két nagyon fontos dolog volt. Egyrészt az, hogy úgy gondoltam, hogy 1987-ben most már ideje lenne, hogyha az a vonal, amit Ciránkú, Sanyi, Szabó Andrés és én képviselek, most már végre az utókornak valamilyen formában rögzítésre kerüljön. Másik dolog pedig, hát elhoztam a Magyar Ifjúságnak az október 16-i számát, Billy Braggel van egy interjú, következőképpen hangzik ebből egy részlet. Amikor legutóbb a Szovjetunióban jártam, meséli Billy, zenészek megkérdezték tőlem, véleményem szerint lehet-e valaha igazán sikeres egy szovjet zenekar is nyugaton. Hogy ne feleltem, csak egy olyan együttest küldjetek, amely úgy zenél, hogy Majakovszkij verset ír, hogy N. Lisicki festett. De ha Forinyer utánzatokat küldtök, fikasznyi esélyetek sincs. A live-ét közvetítéskor alig vártuk, hogy bekapcsolódjon a Szovjetunió, de aztán olyan szomorú volt látni azt az unalmas zenekart. Küldjétek el az igazán orosz, progresszív underground zenekarokat, akkor talán. Hát azt hiszem, hogy ez hozzánk is érvényes. Szóval szerinted ennek a zenének akkor lesz nyugaton keletje? Te nézd, egy évvel ezelőtt, amikor én azt mondtam, hogy ezt a lemezt meg kéne csinálni, akkor ebbe senki nem bízott. Kicsit összeszedtem magam, talán kicsit nagyképpen hangzik, de így van, és a lemez végül is kiadásra került. Hát úgy gondolom, hogy ha egy kicsit összeszedem magam, akkor talán ki tudunk menni nyugatra is. Nagy erőfeszítés volt a lemez elkészítése? Persze nagyon nagy volt, hiszen a Hungarotonnak az összes lehetséges menedzserét fölkerestem, és mindenhonnan elutasítottak minket, és a Hungaropop és a Pátria Nyomda adtak a lemezünket. Mekkora példányszámmal jelenik ez még? 6000 darabot nyomtattak most ki, de 15000-re van az engedély, tehát gyakorlatilag utána lehet nyomatni bármikor. Ez most tulajdonképpen példát is ad, hogy lehet ilyen kis példányszámban kiadni lemezeket? Persze, hát ezzel vitáim vannak az utóbbi időben. Most az és hasábjain került éppen egy kis vitára sor a Hungaroton és közöttem. Én azt mondom, hogy ennél még kisebb példányszámban is ki lehet adni lemezt nyereségesen, vagy legalábbis nem ráfizetésesen. Én azt hiszem, hogy egy zenekar érdekes és értékes dolgot csinál, akkor kell olyan kiadónak lenni, aki nyereség nélkül is hajlandó egy kis példányszámba kiadni lemezt. Gyönyörű, szép szívemen! Oh!